Az élet nyáron sem állhat meg elnevezésű kampányt indította a Magyar Vöröskereszt. Szinte az egész városban kiépített kerékpárút várja a bicikliseket. Köszöntöm nézőinket, önök a D+ TV híradóját látják. A jövő évi költségvetésben 191 milliárd forinttal több jut az egészségügyi ágazatra, mivel az a nemzeti kormány egyik kiemelt szakterülete, mondta Nagy Anikó, egészségügyi államtitkár. Kifejtette, az összegből folytatják a kórházfejlesztéseket, növelik a rezidensek ösztöndíjait, megerősítik a házi orvosellátást, és jövő novembertől 8%-kal emelik az egészségügyi dolgozók bérét. Azt is hozzátette, minden évben egyre több figyelem és nagyobb keret jut erre a területre. Az élet nyáron sem állhat meg. Ezzel a szlogennel indította a nyári időszakra újabb véradó kampányát a Magyar Vöröskereszt. A donortoborzás ebben az időszakban kiemelten fontos, hiszen a nyári hónapokban megnő a balesetek száma, illetve a véradók elérése is nehezebbé válik a szabadságolások és a szünidő miatt. A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete az elmúlt időszakban tematikus véradásokat szervezett, pontosan azért, hogy minél több önkéntes véradót toborozzon. Ilyen volt például a még 2017. október végén megrendezett halloweeni és az augusztusban megtartott retro véradás. Akkor rengetegen tolongtak azért, hogy egyenként 4,5 deciliter vérrel segítsenek. Az élet nyáron sem állhat meg, hirdeti a Magyar Vöröskereszt legújabb, nyárra szóló véradó kampánya. Ez az időszak ugyanis az egyik, hanem a legnehezebb a donorszerzés szempontjából. Megpróbáljuk az üzenetet eljuttatni a véradókhoz, hiszen a nyár a pihenésről szól, a szabadságról, az üdülésről. Nyilván egy picit nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az embereknek ez is eszébe jusson, hiszen nem ez az első ilyenkor. Ezért próbálunk meg ilyen akciókkal és promóciókkal még felhívni a figyelmet. Jelen pillanatban, hogy ugye alkalmazkodjunk a nyári nyaraláshoz, wellness hétvégéket, koncertbelépőket, heti és havi nyereményeket sorsolunk ki, nyilván a résztvevő véradók között, és lesz a végén pedig egy nagyon klassz kis színes tévés fődíjunk. Fedkata azt mondta, azért is van nehéz dolguk, mert a nyári hónapokban is ugyanazzal a vérkészlettel kell rendelkezniük, mint mondjuk januárban vagy februárban. A kampányunk következő helyszíne Nagyvenyén, Perkáta, Ercsi, tehát most egy picit a vidéki településeket keressük meg. Nagyon sok véradásunk lesz bent a benti vérellátóban, ugye a helyszínen. Ide telefonos behívásokkal próbáljuk csábítani a véradókat. És egy legújabb eszközünk, amivel megpróbálunk eljutni a véradókhoz, Facebookos oldalt készítettünk, Dunaújváros és környéke Facebookos oldal, folyamatosan tesszük fel a helyszíneket, próbálunk egy pár kedvességet belecsempészni, fényképezzünk, feltesszük a véradókról a képeket, nagyon kedvelik nézegetni, sokan osszák meg, és mindig úgy vagyunk az ismerősökkel, lehet, hogy egy megosztásból csak egy véradónk lesz, de azt most úgy várjuk, mint a messiást. A véradó kampány soron következő helyszíneiről és időpontjairól a www.véradás.hu weboldalon tájékozódhatnak. Szinte az egész városban lehetősége nyílik a bicikliseknek biztonságosan kerékpárúton haladni. Arról kérdeztük a járókelőket és kerékpárosokat, mennyire elégedettek és mi okozza a legnagyobb problémáikat. Sokaknak nagy problémát okozza a kerékpárosok jelenléte, akár a járdákon, akár az úttesten. Az esetek többségében kerékpárral az úttesten kell és érdemes közlekedni, ha csak nem tilos. Azonban ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak itt szabad kerékpározni, ráadásul maximum 30 km/órás sebességgel. Ezen kívül kerékpársávban, nyitott kerékpársávban, biciklisek által is használható buszsávban, gyalog és kerékpárúton, esetleg kerékpáros nyomon akadhat lehetőség a drótszamárral való közlekedésre, bár ezek közül városunkban kevés található meg, így néhány helyen muszáj a járdán haladni a kétkerekűvel. Hát van, mikor gyorsan is mennek, csak hirtelen lelassítanak, hirtelen fékeznek, úgy szoktak. Hát olyan sokat nem vagyok lent, csak azért néha szoktam látni, hogy mennek.
A gépjárművezetők között is akad elnézőbb, aki megfelelő távolsággal kerüli ki a bicikliseket, de sajnos egyre többször fordul elő, hogy a sofőr ráhúzza autóját a mellette haladó kerékpárosra, ezzel pedig vészfékezésre kényszerítve őt. Én átlagosan kiskorom óta kerékpározom, tehát amióta megszülettem, kerékpárra születtem, sokan ezt mondják. Hiába csinálom a jogosítványt, én annak a híve vagyok, hogy a városba kerékpárral gyorsabban el lehet jutni bárhova. Túrázásra, munkahelyre megyek általában kerékpárokkal, vagy nagyobb távokkal, de tényleg itt a városon belül mindenhova el lehet jutni kerékpárral. A város útjai nagyjából ugye tudjuk, hogy az önkormányzat próbálkozik, igyekszik több helyen kerékpárutat kitelepíteni, vagy egyes útszakaszokat átalakítani kerékpársávra, mint itt például a kisvasműtet is ugye megcsináltak a vasműső kedvéért, de néhol még hiányosak. Ugye itt a Városházánál is az elvezető út, ami a kerékpársávnak van hirtelen kijelölve, ugye a vége még ott a parkolónál nincs befejezve, és ezáltal mi kerékpárosok kénytelenek vagyunk rámenni a Városháza térkövére, a területre, ahol viszont ugye nem néznek minket jó szemmel. De átlagosan mindenhova el lehet jutni kerékpárral, kis odafigyeléssel, a gyalogosok, a gyalogosokkal és az autósokkal. Arra vasútvonalra, amerre megyünk, ugyebár ottan nem, ottan ennyiben csak egy olyan, mint egy disznócsapás. Azon lehet közlekedni, az utol nem, mert rám dudálnak. A biciklisek elmondták, a Városháza téren váratlanul megszűnő kerékpárút sokszor okoz fejtörést, hiszen így kénytelenek a téren áthaladni kerékpárral, amiért pedig megint csak sokan rossz szemmel néznek rájuk. A Dunaújváros Pase csapata újabb igazolást jelentett be. Korábbi élvonalbeli hálóőrrel erősít tovább Dobos Barna vezetőedző és együttese. A 2018-2019-es szezontól Pokorni Péter tapasztalt rutinos kapussal készül az NB3 rajtjára a Dunaújváros Pase. A 28 éves játékos már nagyon fiatalon bemutatkozott az NB1-ben, a Paks színeiben, s összesen 14 mérkőzésen szerepelt az első osztályban. NB2-ben 103, NB3-ban 108 alkalommal védte többek között az MTK, valamint a Szolnok csapatainak kapuját, míg klubunk hozzá a harmadosztályú Ajkától érkezett. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Az Élet nyáron sem állhat meg elnevezésű kampányt indította a Magyar Vöröskereszt. Szinte az egész városban kiépített kerékpárút várja a bicikliseket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak, mert Tóth Veronika jön a várható friss időjárás jelentéssel. Majd Kölesdi Fanni érkezik főutca magazinunkkal, amelyben összeszedtük a hét legfontosabb híreit. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap szintén a napsütésé lesz a főszerep, de napközben nyugaton, valamint keleten és északkeleten helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A kissé szeles időben 27-30 fok között alakulnak a maximumok. Jelentős változás a jövő hét első napjain sem várható időjárásunkban. Hétfőn napos időre, legfeljebb jelentéktelen záporokra, rövid zivatarokra kell készülnünk. A légmozgás élénk marad. Kedden megerősödő szél mellett valamivel több helyen kialakulhatnak majd záporok és zivatarok. Mindkét nap 27-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!